A délelőtt folyamán civil szervezetek, egyesületek keresték fel Farkasjövő Erzsébetet, illetve a Balogh család is ellátogatott hozzá, akik a 2,5 éves mozgássérült gyermekük Lotti fejlődéséhez kértek segítséget. A kislány kezelését a Solymári Borsóház Nemzetközi Rehabilitációs Központ vállalta, ehhez azonban jelentős anyagi háttérre van szükség. Önkormányzatunk abban tud segíteni jelen helyzetben, hogy az egyhetes programra a szállítást a családnak megoldja, tehát az érkezést a hét elején, illetve a hazautaztatást tudjuk megoldani, illetve felvesszük a település önkormányzatának vezetőivel a kapcsolatot, hogy a szállás, a szülők szálláshelyének biztosításában hogyan tudunk közösen segíteni. A polgármester az Angyal Sóhaj Alapítvány kuratóriumához fordulva további segítséget biztosított. A kuratórium még aznap úgy döntött, hogy a terápia első 3 hónapra eső költségét kifizeti, így 250 000 forinttal járul hozzá Lotti gyógyulásához. A fogadóra alkalmával a lakosok egy kezdeményezés felől érdeklődtek, melyet Székely Ildikó önkormányzati képviselő indított el körzetében, miszerint a Váker Kft. Közreműködésével 15 kültéri szemetest készítetett, melyet a közeljövőben fognak kihelyezni. Felvettem a kapcsolatot a Váker ügyvezető igazgatójával, Tóth Istvánnal, aki ígéretet tett arra, hogy 50 ilyen edényzetet fog biztosítani a város számára. A meglévő 15 edényzetnek a kihelyezését ütemeztük, illetve felmértük, hogy melyek azok a fajsúlyozott helyszínek, ahol célszerű kihelyezni. Ebben a városgazdálkodás divíziójának vezetőinek a segítségét kértük, illetve a felmérését. A tél közelettével felmerült a kérdés a szociális tűzifa juttatásáról is. A polgármester ezzel kapcsolatban elmondta, több éves hagyomány, hogy a Zsivadán Hungary Kft.-vel együttműködve szoktak felajánlani néhány mázsát. Az idei évben pedig az Almási iskola újjáépítésénél mintegy 80 fát fognak kivágni, így ebből is tud a város rászorulóknak juttatni.